hadd mondjak el, hogy a korábbi Covid előtti helyzetben ugye az alapellátás orvosának a megkeresése ötszöröse volt a patikai kontaktusok száma, most ez még megduplázódott, tehát tízszeresre emelkedett. Ebben a szituációban nagyon fontos az, hogy a lakossági vélemények is visszajelzést kapjanak a tekintetben, hogy mennyire elégedettek a gyógyszertárban folyó munkával. Az idei kedvenc patikám lakossági szavazaton volt olyan gyógyszertár, amelyik közel 5000 lakossági szavazatot kapott, ennyi még a korábbi időszakban egyáltalán nem volt, és ő Szekszárdon dr. Vágány Attila által működtetett mentapatika, akit szeretettel üdvözlünk, közben be is futott Szekszárdról. Igen. Szeretettel köszöntünk téged. Mindjárt megkérünk, hogy egy pár mondatot mondj a patikádról, de még előtte a második és a harmadik helyzetet is ismertetném. A pályázatban második helyzetet nyerte dr. Sóvágó Evelin pécsi Sipó patikából, és a harmadik helyzetet dr. Szevényi Pallagi Orsolya Nagykovácsi Szentsebestyén gyógyszertárból. Tehát sok olyan gyógyszertár van, amelyiknek a minősítése egyértelmű a lakossági oldalról is nagyon pozitív, és akkor megkérlek, hogy légy szíves néhány mondatot mondjak patikai tapasztalataidról, minek köszönhető ez a nagy lakossági elfogadottság.